három Bár az gyermek, elfogadott költségvetésben ma még 4 milliárd 628 millió forintos főösszeg szerepel, az első alkalommal ezen változtatni fog a testület, hiszen időközben másfél milliárd forintos fejlesztési támogatást nyert Bonyhád a magyar kormánytól. Az így kialakuló 6,1 milliárdos költségvetés azt jelenti, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, fejlesztésekben bővelkedő költségvetéssel vág neki a város az évnek, mondta Filóné Ferenci Bolya polgármester. A 6,1 milliárdos költségvetésből kétharmadnyi rész, több mint 66% fejlesztésre fog fordítódni 2019-ben. Szerintem bármelyik polgármester itt állna a helyemben, örömmel nyugtázna ezt, hogyha ha lehetősége volna. Soha rosszabbat nem kívánok senkinek, magunknak sem. De természetesen ez amellett van így, hogy az a egyharmadnyi működési rész, ami nagyságrendileg egy 2 milliárdot tesz ki a főösszegből, az egy biztonsággal egyensúlyban lévő megalapozott költségvetést eredményezett. A már megnyert források eredményeként idén befejeződik a szennyvíztelep rekonstrukciója, megépül az agrárlogisztikai központ, és a csapadékvíz kezelésére szánt beruházás végére is pont kerülhet. Megdupláztuk a tavalyihez képest, nem egészen, 92% mértékben több az idei saját forrásból megvalósulható fejlesztés, ez számszerűen 284 millió forint. Így bővülhet az intézmények felújítását célzó keret, több utca és járda újulhat meg az évben, és jelentősebb korszerűsítésen esnek majd át a város tulajdonában lévő ingatlanok is.